az körülbelül 6 éves korom óta lassan 40 éve van jelen az életemben. Ezen belül a futás az 2010 óta lett központi vagy fősporta számomra. Olyannyira, hogy 5 évvel ezelőtt atlétika edzői végzettséget szereztem, azóta dolgozok edzőként, amit az időközben kiegészítettem erőléti edzői, meg funkcionális tréneri végzettséggel is, és főként futókkal, hosszú távfutókkal foglalkozok, és ez az első ilyen megbízatásom, hogy egy ilyen csapatsport mellett vagy csapat mellett tevékenykedjek. Azért volt jó ezzel a csapattal együtt dolgozni, mert ahogy mondtam, ugye utánpótláskorú, tehát kamasz gyerekekkel foglalkoztam eddig így, főként és ahhoz képest sokkal nagyobb fegyelmezettséget tapasztaltam, meg ugye azt is, hogy tehát sokkal, sokkal fegyelmezettebb, és ebből kifolyólag azért könnyebben lehetett haladni az eltervezettek mentén. Úgyhogy mindenféleképpen pozitív volt számomra ez az elmúlt 3 hónap, amit együtt töltöttünk. Én úgy érzem, hogy azért elég sokat sikerült átadni abból, amit szerettem volna, és hát remélem, hogy lesz még folytatása. Az edzések során ugye sok mindenről beszélgettünk, ledaráltuk az edzéseket, hanem ugye próbáltam azért úgy el is elmagyarázni, meg hogy értsétek is azt, hogy mit miért csinálunk. Ugye, ami rögtön az elején talán szokatlan volt nektek, hogy a bemelegítési protokollban volt egy ilyen mobilizációs blokk. Talán elsőre nem volt annyira egyértelmű, hogy ennek mi szerepe van az edzésmunkában, meg a sok futóiskola, amit csináltunk, hogy mi szerepel van az edzés munkában, mindannyian inkább így mondom, hogy megértettétek a lényegét, mégpedig azt, hogy ahhoz, hogyha ha gyors akarsz lenni és robbanékony akarsz lenni, ahhoz rugalmasnak kell lenned. És amit ugye én tapasztaltam, hogy a legelső edzésen és a felmérésnél is, ugye, hogy erősek vagytok, de merevek, és az erős, ami erős és merev, az nem tud gyors lenni, ami erős és rugalmas, az tud gyors lenni, tehát erre hegyeztem ki az elmúlt 3 hónap edzésprogramját, és hát remélem, hogy sikerült is ebből valamit megvalósítani.